Sziasztok! Ebben a videóban három tavaszi-nyári szobadekorációt fogok nektek megmutatni. Azért tavaszi-nyáriak, mert szerintem eléggé vidám hangulatúak, és többek között az egyik egy váza lesz, amiben nyilván virág kell, ami ilyen tavaszi dolog. A másik kettő pedig csak simán szerintem nagyon jól néz ki, és nagyon jól feldobja a szobát, hogy egy kicsit olyan vidámabb hangulata legyen. Ugyanis én nagyon szeretem dekorálni a szobámat, és minden évszakhoz van egy különböző ilyen kinézet. Tehát gondoltam, hogy bár egy kicsit eléggé benne vagyunk a tavaszban, de itt az ideje, hogy felújítsam a szobámat, és gondolkoztam ötleteken, és gondoltam, hogy ezeket nektek is megmutatom, amiket találtam. És akkor kezdjük is! Az első dekoráció egy váza lesz, amihez szükségetek lesz egy üvegre, amiről már a címkét lemostátok meleg vízben, sokáig kell áztatni benne, és akkor utána le lehet szedni. Ez eredetileg nem tudom, hogy milyen üveg, de tulajdonképpen bármi jó, ami egy vázának majd megfelel. Ezen kívül kell hozzá még festék, ilyen bronzos metálos akril festéket választottam hozzá, amit be lehet szerezni akármilyen művészellátó boltban, és nagyon jó, mert ezzel lehet üvegre, fára, vagy akármilyen anyagra tulajdonképpen festeni. Ehhez szükségünk lesz még egy ecsetre, ami jó, hogyha ilyen széles. Egy nem celluxra, hanem, bár szerintem cellux is jó, ez olyan ragasztó csík, ami egy kicsit vastagabb, nem tudom pontosan mi a neve, és ilyen műanyagból van. Valamint én fogok még használni hozzá egy ilyen fehér kontúrfestéket is, amit szintén művészellátó boltokban lehet kapni. Első lépésként ebből a ragasztó csíkból le kell szednünk egy akkora részt, amivel körbe tudjuk tekerni az üveget. Ennek az lesz a lényege, hogy mikor festjük, akkor egy tökéletesen egyenes vonal fogja elválasztani a festett részt a nem festett résztől. Így. És ezzel körbe celluxozom. Tehát az én üvegem az így néz ki, minden körbe celluxoztam. Ezt az alsó részt fogom befesteni, és fölötte meg nem lesz semmi egyelőre. Ha a vázán megszeret a festék, akkor lefestem másodjára is. Miután a második réteg is megszáradt, leszedhetjük róla ezt a celluxot. És így látszik is, hogy milyen szép egyenes vonalat sikerült festenünk. Aki szeretne, az itt meg is állhat, nem muszáj tovább folytatni. Én még azért bevettem ezt a kontúrozós cuccot, és csak annyit fogok csinálni, hogy ide, ahol nem festettünk, kis pöttyöket rakok. A második dekoráció két darab kép lesz, ami tulajdonképpen összetartozik, de mindjárt elmondom, hogy hogy. Szükségetek lesz először is kettő darab ugyanakkora fehér vagy krémszínű papírra, bár igazából a színe olyan lehet, amit szeretnétek. Valamint szükségetek lesz még egy darabra, amiből majd ki fogunk vágni mintákat. Nos, úgy fog ezt kinézni, hogy én már kivágtam magamnak egy ilyen 7x7 cm-es, valamint egy 7x7 cm-es háromszöget, és ezt fogom körbe rajzolni erre a papírra, majd pedig egy snitszerrel ki fogom vágni. Azért fontos, hogy nem ollóval, mivel a mintára, amit kivágunk belőle, még szükségem lesz, tehát jobb, hogyha nincsen átszúrva, meg össze-vissza vagdosva, tehát az a lényeg, hogy épp maradjon még meg, amit kivágunk, és az is, amiből kívánjuk. A festéshez szükség lesz többféle színárnyalatra. Én háromféle kéket, egy rózsaszínt és egy fehéret választottam. Mindegyikhez egy kis kupakot, amivel majd ki fogom őket önteni. Valamint egy ilyen pamacs is szükséges, mert ezt nem esetben fogom festeni, hanem így pamacsolgatva. Az első feladat az, hogy egy ceruzával és egy vonalzóval, hogy minél pontosabb legyen,
ezen a papíron körberezzelem ezt a háromszöget háromszor, mégpedig úgy, hogy nagyjából tényleg középen legyen, és egy olyan kb. 2 centire a lap szélétől. És ezután pedig, hogyha megvan mind a három háromszög, akkor ki fogom őket vágni egy snitzerrel, és érdemes egy olyan felületen végezni ezt a dolgot, ahol valami védi az asztalt, vagy a terítőt, attól, hogy megvágjuk. Tehát, miután kivágtuk a három háromszöget, és megvan a papír is, amiből kivágtuk őket, lehetőleg minél éppebben, akkor elkezdhetjük a festést. Akármelyikkel lehet kezdeni, ezzel kezdem. Ezt, amiből kivágtam a háromszögeket, ráhelyezem. Mondjuk ide kb. És lehetőleg úgy rakjátok, hogy majd nem mozduljon el. Ezután pedig kirakom magamnak a festékeket ezekből a kis tékelyekből. Igen. Tehát, hogyha ezzel kész vagyunk, akkor félre rakjuk száradni, és elővesszük a másik papírt, ami ennek a festménynek a kiegészítése lesz. És elővesszük a másik háromszöget, igen, háromszöget, ugyanis most a papír összes többi részét fogjuk befesteni, nem pedig a háromszögeket, hanem a körülöttük levő részt. A harmadik dekoráció az egy füzér lesz, méghozzá CD-kből vagy pedig DVD-kből, attól függ, hogy mit tudtok beszerezni. Lehetőleg olyat használtok fel, ami nincsen semmi, ezek teljesen üres DVD-k, és amit csinálni fogunk az az, hogy összetöröm őket, vagyis tulajdonképpen ollóval feldarabolom kis ilyen szilánkokra, majd ragasztópisztollyal hozzáragasztom őket damil darabkákhoz. Majd a damil darabkákat hozzákötöm egy madzaghoz, és így úgy fog kinézni az egész, mint hogyha ilyen kis levegő szivárványos szilánkok lennének a levegőben, ami szerintem nagyon jól néz ki, és meg is mutatom, hogy hogy kell csinálni. Miután feldaraboltuk a CD-ket, vágunk kis darabokat a damilból, amihez majd hozzá fogjuk ragasztani őket. Már bedugtam a ragasztópisztolyt, ugyanis szerintem ez az, amivel biztosan, hogy biztos rajta fognak maradni. Tehát itt egy damil. Itt egy szilánkdarab. Tehát így néz ki egy darab szilánk. Hogyha készen vagyunk a kis szilánk darabkát megragasztásával, akkor veszünk egy cérnát, nagyjából egy olyan 30-40 cm után
elkezdjük felkötözgetni a madzagra a szilánkokat. Ezzel pedig készül is van a CD-ből vagy DVD-ből készült füzén. Ennyi lett volna ez a tavaszi-nyári szobadekorációs videó. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek, és a blogunkat is érdemes megnéznetek, ugyanis találhatok ott egy posztot egy rendezvényről, aminek az egyik szervezője, vagy legalábbis a projekthez tartozik, az egyik feliratkozónk, és ő kért meg rá, hogy hirdessük ezt a rendezvényt, amiről minden információt és tudnivalót megtalálhattok a blogunkon. Szerintem nagyon érdekes és érdemes elolvasni. És egyébként azért mondtunk rá igent, hogy ebben segítjük a hirdetést, mivel a környezetvédelemhez kapcsolódik. És szerintünk ez egy fontos ügy, úgyhogy menjetek a blogunkra, és ott megtalálhattok minden tudnivalót. És találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!